Az üzletet annyit kell tudni, az elmúlt 3 évben Magyarország legjobb kávéházának választotta úgy a fogyasztóközönség, ami nyilván ezért fontos, mint a szakmai zsűri, ami meg azért fontos. Nyilván ezekre a címeinkre büszkék vagyunk, de ez egy óriási felelősség és egy óriási teher, mert ugye az embernek mindig meg kell felelnie. 3 évvel ezelőtt, vagy 3,5 évvel ezelőtt, amikor az üzletet megnyitottuk, akkor beálltunk a sorba, és ugyanúgy elkezdtünk kávét készíteni, mint a többiek. Talán egy kicsit jobbat, de nagyon-nagyon rövid idő alatt szembesültünk azzal, hogy rossz az irány. Mert hogy ma jellemzően Magyarországon, meg Európában is az a módi, hogy az üzletek fognak egy zacskó kávét, és azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon jó kávé, és ami nagyon jó kávéitalokat tudunk készíteni. Ez körülbelül akkora őrültség, mint hogyha azt mondanánk, hogy a csirkemellből bármilyen húsétel elkészíthető. Ami egyébként igaz, csak nem lesz jó. Tehát ugyanígy nem lesz jó, hogyha egy kávét csak egyszerűen alapanyagként kezelünk, és mindent el akarunk vele készíteni. Ezért leültünk a kollégáimmal, széttéptük az italapjainkat, rászántunk néhány hetet, és létrehoztuk ezt az úgynevezett Lucky Cap Micro Roaster and Cafe Conception-t, aminek a lényege az, hogy megpróbáljuk a helyén kezelni az italokat, és az ital oldaláról közelítünk. Ez pedig azt jelenti, hogy attól függően, hogy milyen kávéitalt akarunk készíteni, választunk megfelelő alapanyagot és megfelelő technológiát. Csokon. Ennek a kutatásnak ugye elengedhetetlen része, hogy az ember megismerje a múltat. Mert hogy szakemberként feszegeti a határokat és megpróbál jövőben mutató innovatív megoldásokat alkalmazni, az természetes. De hogyha nincs meg a fundamentum, akkor ez mégiscsak egy kétlábú, háromlábú szék lesz. Úgyhogy visszamentünk egészen a kezdetekig, és azt gondoltam, hogy a mai napon, ezen a kis félórás bemutatón kár lenne megint az eszpresszóról beszélni, már nem azért, mert hogy nem fontos és nem kedveljük, de arról hallunk sokat. Tehát az része minden napjainknak. Ezért úgy gondoltam, izgalmasabb lenne, hogyha tényleg visszamegyünk a nullapontra, egy kicsit Etiópiába, ahonnan ugye a mi hőnszeretett arabikánk származik, és előveszünk egy tradicionális etióp kávékészítő eszközt, a Jebenát vagy Jebanát terület függő a kiejtése. Magáról az eszközről annyit kell tudni, hogy egy magas, mindig bajba vagyok az, amit a kemencéknél használnak szigetelésnek, samot tartalmú, ez a samot valamilyen nem akar megragadni bennem. Tehát egy nagyon magas samot tartalmú agyaggal készül, annak érdekében, hogy az erős hőt vagy hevítést azt jól bírja, ne legyenek mikrorepedések, ne kezdjen el szelelni. Eredetileg ugye Etiópiában a mai napig főleg faszénen készítik az italt, azonban itt nem gondoltam, hogy be kellene füstölnünk ezt a sátrat, úgyhogy egy picit átmentünk Arábiába is, és egy homokágyat fogunk használni, ami a mai napig használatos, tehát az úgynevezett csezve ibrik, vagy arab-török típusú kávékat a mai napig ugye homokágyon készítik. És előmelegítettem, mert hogy azért ehhez idő kell, hogy minden jól elkészüljön. De nézzünk egy kicsit kulturális kapcsolatot is a kávé környékén. Ha már Arábiát említettük, akkor a hölgyek nagy örömére el kell mondjam, hogy az arab világban ugye a feleségnek elég korlátozottak a jogai, tehát az, hogy a férjét elhagyja, erre különösebben nincsenek jogi lehetőségei. Viszont a múltban egyetlen egy ok esetén mégiscsak megtehette ezt, hogyha a férj nem biztosította számára a napi kávé adagot. Ez az egyetlen volt, amit kulturális és jogi értelemben véve is a nők használhattak vagy kihasználtak. Ugyanakkor Etiópiában pedig egy érdekes fordulat van, mert hogy ott pedig csak a nő nyúlhat a kávéhoz. Tehát csak nők készíthetnek kávét. Tehát a mai napig ez úgy néz ki, hogy a pörköléstől, a zúzásig, őrlésig és a kávékészítésig minden mozdulat csak a nővé lehet, és a végén a férfiak pedig természetesen nagy élvezettel fogyasztják.
az új világ egy picit beleszólt ebbe a tradicionális etióp kávé kultúrába, mert ahogy a cukor kereskedelmi cikként megjelent az afrikai kontinensen, ennek annyira megörültek és annyira új volt számukra, hogy a kávéjukat elkezdték cukrozni, és ma ott tartanak, hogy mondjuk egy csésze kávé az olyan 2 evőkanálnyi cukrot használnak körülbelül. Tehát elképesztően cukrosan fogyasztják a kávét, ami bizonyos határokon belül egyébként jót tud tenni a kávénak. Ugye mindig jön a kérdés, hogy hú, és akkor egy igazi kávés most tesz cukrot a kávéba, vagy nem tesz cukrot a kávéba. Koncepció, melyik kávéba? Tehát vannak olyan típusú kávék, amik egyáltalán nem igénylik. Ilyenek a filteres, vagy a brewing technológiával készülő italok, ilyenek az angol száz stílusban pörkölt, világos, gyümölcsös, inkább gyümölcsabban gazdag italok. Viszont a tradicionális olasz stílusban feldolgozott kávék egy lehelletnyi cukrot igenis viselnek. Ennek 2 oka van. Egyrészt mert blend, tehát különböző kávék keveréke. Másrészt pedig azért, mert a pörkölés, illetve a feldolgozásban adódóan van egy klasszikus, ám bár szerethető kesernyés karaktere, és a cukorral mindig a keserű ízt szeretnénk elfedni, eltakarni. Tehát a mi kis koncepciónknak az a lényeg, hogy a bizonyos italoknál megőrizzük a gyümölcsösséget, bizonyos italoknál mutassuk az olasz tradíciót, vagyis egyes italoknak igenis jól áll a cukor. És érdekes, hogy bár az etióp kávé, amit ma kóstolni fogunk, nincs sötétre pörkölve, de valóban megváltoztatja, vagy kinyitja egy kicsit a karakterét, tehát egy nagyon-nagyon szép, kerek, hosszú lecsengésű italt tud egy kevés kis cukor varázsolni. De, hogy ne csak itt álljak és beszéljek, a kávé, amit használni fogunk, egy etióp hundaoli névre hallgató mosott arabika, mert ugye maga a kávé egy gyümölcs termés, úgy is hívjuk, hogy cseresznye, csak a jelen esetben nem a gyümölcs húsát hasznosítjuk, hanem a magot. Tehát a gyümölcs hús az általában talajpótlásra kerül, vagy visszakerül. Bár hoztunk már egy különlegességet, tehát szárított kávé, gyümölcs hús a brewing pultunkban van, a kollégáktól tudnak kérni esetleg belőle egy kaszkara teát, érdemes megkóstolni, koffein tartalma jóval magasabb, mint a kávénak, de egy végtelen gyümölcsös, elképesztően herbális jegyeket mutató kis ital készül belőle. Szóval, hundaoli mosót, tehát a gyümölcs húst ezt egy nedves technológiával távolították el a babokról, és egy úgynevezett afrikai ágyon szárították egy rétegen, tehát miután a gyümölcs húst eltávolították. Termőterület Oromia régió, tengerszint feletti 2000 méteren termesztett kávéról beszélünk. Az etióp kávék rendszerint nem szépek. Nem nagyszeműek, nem egyenletesek, tehát nem szépek, ám elképesztően gyümölcsösek. Gyümölcsabban gazdagok, ezek nem irritatív savak, tehát nem az, amitől a gyomrunk fáj, hanem abszolút gyümölcsavnak tekintendő, mint amikor a szilva héját lehúzzuk, és hiába édes a hús, a héjának van egy ilyen kis izgalmas savassága. Bogyós gyümölcsök, egy kis sárga barack meg tud jelenni a karakterében. Hihetetlenül szerethető. Úgyhogy legyen valami kis képünk arról, hogy milyen kávéból dolgozunk, azt szívesen körbeadom, illetve az őrölt változatát is, hogy az illatát is megérezzék, mennyire félelmetesen szép kávénk lesz. Közben a jebánában a vízünk ugye az etióp kávé, tradicionális etióp kávé készítés során a nyers babot, tehát magát a zöld kávét, azt egy vas tárcsán, vagy egy ilyen tárcsaszerű eszközön pörkölik, nyílt tűzön. Ilyen érdekes kampó segítségével mozgatják, emiatt nem tud egyenletesre pörkölődni, tehát nem úgy, mint a korszerű kondukciós vagy konvekciós pörkölő berendezések esetén, itt-ott megkapja a felületét. Viszont szemben a nagyon sötétre pörkölt kávékkal, ahol ugye kialakulnak a keserű jegyek, itt ezek a kisfelületű pörzsanyagok inkább egy fűszerességet kölcsönöznek az italnak, mint sem egy zavaró
keserű karaktert. Majd ezt követően mozsárba, vagy hát egy ilyen speciális mozsárban hosszan egészen púder finomságúra őrlik, tehát egészen, hát körülbelül ilyenre. Majd ezt követően az előmelegített vízbe bekerül, és főzik. Tetszik, nem tetszik, ezt nevezhetjük főzésnek. Ugye amikor képzéseken szóba kerül az eszpresszó technológián, vagy egyebeknél a főzés, akkor mindig elmondjuk, hogy nem, mert hogy a főzés konyha technológiai leírása egyszerű, forráspont fölötti hőmérsékleten, nagy folyadékmennyiségben és hosszú ideig történő hőkezelés. Ez az alap, vagy a klasszikus kávékészítési rendszerekre egyáltalán nem igaz, mert hogy forráspont alatt vagyunk, kevés vizet használunk és rövid ideig történik. Itt egy picit átmenet, tehát itt majdnem mondhatjuk, hogy főzzük a kávét, mert hogy szépen itt már bugyog, és hogyha valakinek van kedve, akkor egy kicsit interaktív is legyen az előadás, akkor meg kell nyugodtan jöjjön erre, és így óvatosan hajoljon a jebana fölé, hihetetlen gyümölcsös illatokat lehet érezni a cserépből. Az etióp kávészövetséggel felvettük a kapcsolatot, és aztán átküldtek egy nagyon-nagyon részletes leírást, amiben a forma, a méretek, az anyagösszetétel, és akkor körülbelül még egy fél évig kajtattunk, hogy ki lesz az a keramikus, aki ezt bevállalja, de az anyagösszetétel miatt senki nem akarta, és aztán Rács Róbert kerámikus, aki azt mondta, hogy hát fussunk neki. Az első széria nem sikerült, de abból tanult, és a második már tökéletesen működik. Különböző mázakkal, a minták is eredetiek, tehát nagyon odafigyeltünk. Hát és a felfutásunk meg is volt, úgyhogy elérkezett a pillanat, hogy megkóstoljuk az etióp Hunda Olit jebanában készítve. Na most, előre szólok, zaccos lesz a kávé. De ha egy picit hagyják hűlni, akkor nyilván a súlyának fogva valamennyire letisztul. Ha meg nem, akkor egész jól elrágcsálható. Tehát semmivel nem rosszabb a végkimenetele, mint egy mákos tésztának. És akkor vagyunk 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. És azt tanácsolom a kóstolásnál, hogy viszek körbe mindjárt cukrot is, meg kis kanalat. Első lépésben nyilván kóstoljuk meg cukor nélkül, és akkor másik feléhez egy nagyon kevés cukrot elkeverve érdemes megkóstolni úgy is, hogy mennyire nagy változás történik. Mert hogy alapvetően a cukor ugye nem ördögtől való. Most egészséges, nem egészséges, ez egy más kérdés, de ugye, ha a kevert italok világát, a mixológiát vesszük alapul, akkor vannak a száraz italok, meg az édes, vagy hát a cukrozott italok. Mondjuk egy kájpirinja elképzelhetetlen cukor nélkül. Hát kiabálnat akar sima nádpárlatot inni, nem? Szóval az úgy nem. Sok esetben legömbölyít, összesimítja az ízeket, teltékerekké tud tenni egy italt. Akkor, hogyha tudjuk a célt, és tudjuk azt a mértéket, azt az arányt, amitől ezt a funkcióját betölti. Ha ezen túlbillenünk, akkor nyilván... akkor már nyilván nem azt a hatást érjük el, amit szeretnénk. No, kérem szépen. Közben, ha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan tegye fel. Parancsoljanak. Szerintem egy tasak bőven elég, sőt, sok is lesz, tehát csak tudom én, a 10% is elegendő lesz. Nem, csak egy lehelletnyit éppen. Maga a folyadék sem sok. Jaj, bocsánat. És ugye néhány jellemzőjét alapvetően a kávénak elmondtam, tehát hogy milyen karakter jellemzi az etióp kávékat. Nem tudom, ez így kóstolásnál mennyire jön vissza. Esetleg felfedezik ezeket a bogyós gyümölcsöket, kis sárga barack vélemény, észrevétel.
ízlik, nem ízlik kijelentések. Hát. Igen, testes. Hát ugye a gyümölcsössége az nagyon egyértelmű. Tehát ezek a gyümölcssavak, de abszolút szerethetőek, tehát nem bántó. Az egy más kérdés, hogy most szokatlan vagy nem szokatlan, de ugye ez a feldolgozásnak is köszönhető, tehát magának a pörkölésnek, meg annak is, hogy az elején említettem, hogy a gyümölcshúst valahogy el kell távolítani, ennek három módja ismert, illetve vannak úgynevezett köztes módszerek, de mondjuk a három alap mód az úgynevezett száraz eljárás, a félnedves és a nedves. Ilyen magyar népmesés a kávé is egyébként, mert mindig minden kérdéskörben három meghatározó elem van, és akkor van egy plusz a ráadás. De hogy a száraz eljárásnál, amikor az történik, hogy egyszerűen kiterítik a cseresznyét, és a napon forgatva leaszalódik, leszárad róla, ilyenkor az történik, hogy egy viszonylag hosszú fermentáció zajlik le, aminek eredményeként a savak jelentős mértékben elbomlanak, mint amikor a borászok ugye sokáig fönnhagyják a szőlőt a tőkén, és egy idő után elkezd a szőlő savszintje rohamosan csökkenni. Tehát itt is ez történik, a száraz eljárás, a sav tartalom csökken, kiédesedik, nagyobb testű, egy ilyen szirupos kávé születik. Ha ugyanazt a kávét félnedves eljárással dolgozzuk fel, az pedig úgy néz ki, hogy magát a cseresznyét egy hántológéppel, egy úgynevezett pálpergéppel eltávolítják a gyümölcshúst és a parchmentet, tehát még a pergamen héjban lévő zöld kávét, ugyanígy kiterítik, leszárítják. De itt a maga a kocsonyás rész, illetve a vastagabb gyümölcshús, mivel nincs, ezért nagyon hamar megtörténik, sokkal hamarabb megtörténik a száradás, emiatt nincs fermentáció, savaiban gazdagabb lesz, de mondjuk az édes karaktere még mindig dominánsabb, és a nedves eljárás, ott pedig azt történik, hogy hatalmas vízzel teli kádakba hordják a kávét, ahol elkezdi fölvenni a vizet, és mint amikor nálunk mondjuk a cseresznye a fában beérett, és jön egy nagy eső, és nem tud már mit kezdeni, ugye a gyümölcsé már nem tud, nincs rugalmassága, már nem tud tágulni, veszi fel a vizet, veszi fel, és megreped itt, és ezt történik, meghasad maga a gyümölcshús, egy forgódobba gyakorlatilag eltávolítják, vagy így lehántolják róla, majd ezt követően ilyen vizes labirintba még a kocsonyás réteget is, és aztán megszárítják. Ennél a módszernél a legintenzívebb a savgerinc. Az édesjegyek kevésbé mutatkoznak meg. Olyan kis vidám kávé tud készülni belőle. Aztán majd nyilván a feldolgozás következő fázisánál, megint csak a pörkölésnél még attól függ, hogy mikor adunk hőt, meg mikor nem, meg mennyire nyújtjuk el, akkor ugyanígy tudjuk befolyásolni. Ugye, mert hogyha... Ha egy száraz eljárással feldolgozott kávét veszünk alapul, amikor alacsony a savtartalom, de egy italban, ha nincs sav, ugyanúgy, mint a bornál, akkor féllábú lesz, tehát valahogy a savra mégiscsak vigyázni kell arra kevésre, ami bent van. Ezért az történik, hogy a pörkölést úgy végezzük, hogy mindjárt az elején teljes gőzzel adjuk neki a hőt, hogy minél előbb elérje azt a 150 fok fölötti, de inkább 170 fok feletti tartományt, ahol a sav már nem bomlik, és így meg tudjuk őrizni. Ha meg mondjuk egy nedves eljárással feldolgozott kávét pörkölünk, akkor jellemzően elnyújtjuk, tehát lassan visszük fel, hogy ez alatt a hosszú út alatt minél több savat elbontsunk, hogy ne legyen túl domináns. Na most ennél az etióp kávénál ugye a helyzet az, hogy egy mosott, tehát egy eleve savgazdag, maga a fajta is, és ami az etióp kávékra végtelenül jellemző, a hihetetlen ásványosság. Tehát a terroárban, a területben, vagy a talaj viszonyokból, illetve a klimatikus viszonyokból adódóan elképesztően ásványos. És ami ebben a kávéban most érezhető a gyümölcsösség, a savassága mellett, egy pici sósság talán. Tehát, hogy ez az ásványosság nagyon-nagyon átüt az italon. És a kérdés, ami viszont lezárásnak fontos. Mindenki rakott bele cukrot? Nem. Aki rakott bele? Mekkora volt a változás? Javára vagy kárára? Igen, mert az történt, hogy a cukor egy kicsit elkezdte takarni a savat. Ugye keserű jegyünk nincs, ebben megállapodhatunk, hogy még naturban sem volt keserű. Mégis ezt a savasságot egy kicsit elkezdte betakarni. Egész pontosan a receptoraink nem tudtak olyan
könnyedén találkozni a savval, mert hát el nem tűnt, csak a cukor sokat takart belőle, kicsit lesimította, egy kicsit bársonyosabbá, harmonikusabbá tette az italt. Igazából a kis etióp kávénkról és a jebanáról ezt gondoltam önöknek megmutatni. Természetesen, ha bárkinek kérdése van, estig vagy záróráig a rendelkezésére állok, és nagyon, nagyon szívesen próbálok választ adni a kérdésekre, mert hát mindenre én sem tudom. Illetve, ahogy említettem, a kaszkárát érdemes megkóstolni. Közben lecsepegett a hideg dripperünk is, tehát egy hideg csepegtető eljárással készített infúzió, ami még egy érdekes textúrájú. Itt a brewbar, igen. Na, a hideg infúzióról pedig annyit kell tudni, ugye, hogy tényleg hideg vizet csepegtetünk át egy világos pörkölés őrleményen. Ami nekem nagy élmény a hideg infúzióknál, keserű egy nincs, nem tud kioldódni. Koffein tartalma kicsit magasabb, mint az espresso, de megijedni nem kell tőle. A gyümölcsös jegyek nagyon szépen tisztán jönnek, de nem ennyire agresszíven, vagy de most nem rossz értelemben agresszíven, tehát ennél azért tompábban, lágyabban, hanem az ital textúrája. Tehát nekem mindig olyan érzésem van, hogyha behunyom a szem, és egy kortyot a számba veszek, mint hogyha egy nagyon finom selyemkendőt így rádobnának a nyelvemre, aztán hirtelen megrántanák. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kis, vékony, szép, kúszó érzetet kelt, mert hogy megpróbálunk egyre inkább nem csak az ízekre figyelni, hanem azokra a fizikai tünetekre is, amit egy-egy ital, vagy egy-egy italkompozíció összélményben jelenteni tud, mert hát ettől lesz kerek egész valami. Szóval én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, állok rendelkezésükre, és önöknek pedig további jó szórakozást a mai napra.